Szervusztok, Dante vagyok, és egy újabb voddal készültünk mára nektek. Igaz, hogy egy hónapot kellett ismételten várnatok arra, hogy újra jelentkezzünk, de higgyétek el, megérte ez a kis várakozás, mi is már vártuk. Egy kicsit turkálni kellett a YouTube-on, de hála jó égnek ismételten találkoztunk egy elég érdekes témakörrel. De hát, mielőtt még mesélnék itt a videóról, szeretném újabb vitatársaimat bemutatni nektek, Emperort. Üdvözlök mindenkit, Demperor vagyok, a Neocomp webáruháznak a web adminisztrátora, a webmestere, és stb. Stb. Igen, egyébként annyit kell tudni Emperorról, hogy ők a Neocomp webáruháza támogatják kis guildünket, a Fearless-t az előrehaladásban, és szeretném bemutatni nektek még Necront. Hello, sztok, Necron vagyok. Terrával Dante révén ismerkedtem meg, személyes jó barátom. És hát így én elő szeretettel várom azt, ami következni fog. Igen, igen, igen. Egyébként még Necronról annyit kell tudni, hogy oszlopos tagja a Fearless Guildnek. Igazából most a következő videó, amivel találkozni fogunk, vagy most fogunk látni, rendhagyóan se nem PvP, se nem PvE dungeon. Igazából a legközelebb a PvE-hez áll, ez igazából egy quest lesz. Látni fogjátok, hogy ez igazából nem is egy túlságosan egyszerű quest. Igazából nem is akarom most ezt nagyon firtatni, szerintem belevágunk, és majd látni is fogjátok, hogy itt mire gondolok a durva szó alatt. Nos, készen álltok, indíthatjuk a videót? Igen. Na akkor, 3, 2, 1. Na hát el is kezdődött. Steparu, természetesen ismételten a videó bemutatója, az ő szemszögéből láthatjuk ezt a rendkívül szép minőségben fölvett videót. Hát igazából, mivel nem nagyon tudok koreaiul, és magával ebből a sztori részsel nem ismerkedtem meg, ezért erről nem igazán tudok mit mesélni, de mint lehet látni, hogy a maga ennek a quest résznek elég látványos előmenetele van. Hát nézzük is, hogy mi történik itt a fekete képernyő után. Hát igen, itt láthatjuk, hogy Steparu, most ha jól nézem, egy Castanic Slayerrel játszik, egy Mystica Healer, ami egy elf, és egy Human Warrior. Ott még oldalt lehet látni, hogy még egy másik Slayer is szépen... Nem, az egy Lancer, igen. És jó nagy, méretes field boss állja éppen útjukat ennél a quest résznél. Hát mindjárt kiderül, hogy ez... Mivel is fogja őket hátráltatni, közben egy jó kis aranyos kis Elin Berserker ossza hátulról a kis kőelementálunkat. Most itt a kép, de igen, most volt egy kis, nem volt vágás a videóban, nem is figyeltem a HP-t, most nem akarok hülyeséget mondani. Viszont nagyon jól haladnak, nem igazán érződik az, hogy ez az első akadály, amit most eléjük gördül. Túl nagy akadály lenne, de most kapott egy 5000-es damage-et Steparu. Hát igen, viszont, igen, igen. Viszont a healer egy jól végzi a dolgát, ahogy én elnézem. Igen, 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 mint már nem egyszer említettük, maga a Mystic nem egy focus healer, igazából ilyen hot healekkel healer, ugye a már jól megszokott WoW-ból megismert druida alapján, viszont itt lehet látni, hogy már rengeteg gömböt is lepakolt, és rengeteg mob közeledik feléjük. Igen, elég szokott. Jó, igen, igen. De a Steparu nem igazán ijednek meg a tömegtől. És ott van közöttük egy nagyobb field elite, illetve a kisebbek a trashei. Igen, itt viszont érződik, hogy a Berserker, a Slayer, ugye itt maga ugye a játék mechanikája, hogy teljesen a OE-ra épít, hogy nem egy targetra sebeznek ugye a fegyverek, ugye nem kitargetelős ugye a rendszer. Ugye amit ír a fegyver, az sebz is, és itt tökéletesen látszik ennél a fightnál, hogy szinte igaz, hogy csak a bosszal foglalkoztak, és mégis hullanak a trashek, mint a fene! Azt láttátok, Steparu mekkora maflást lekevert a boss, ez dobott egy hátast. Ez nagyon szép volt. Hát, igen, hát... Ez az, amit egy jó pár játékból nagyon hiányolok, ez így marhára meg tudja dobni a játék feelingjét. Na de...
Nem, nagyon akarok, titeket elnyomni, mondjátok ti is itt, amit láttok. Vágjatok nyugodtan hát közben, ez a lényeg. Nekem, ami így most feltűnik, ugye, hogy a szokásos MMO-kban ezt már régebben is beszéltük, hogy ott ugye VLSAD irányítás, gondolom itt is ugyanez van, de a célzó rendszer az teljesen újnak számomra. Ilyen nagyon nehéz lesz megszokni minden bizonnyal, ha majd kijön rendesen. Hát igen, legfőképpen ugye most ugye az igazat bevallva mi is, amikor elkezdtük a Terrát, azért egy kellett azért egy jó 5 perc, hogy Józan Poroszti észre végre fölfogjuk, hogy igen, itt az F-el kell fölvenni a questet, nem pedig az egeret ráhúzzuk az NPC-re. Szóval igen. Igazából legfőképpen még Emperornak vagyok kíváncsi, hogy a látottakról mi a véleménye, hiszen ő, mint ugye a webáruháznak ugye a fő kezelője, ugye ilyen típusú játékkal, ha jól tudom, te most találkozol először, hiszen ti a Frogsternek egy másik gémével, a Runes of Magickel szeretetek volna foglalkozni, és mostanában kezdetek el kitérni inkább a Terra szponzorálására. Igen, a Runes of Magic az teljesen egy másik játék ehhez képest, mert az még a jó megszokott kattintsunk rá és úgy jelöljük ki, úgyszerű dolgok voltak benne, és ez teljesen más is úgy, és ez benne a jó, mert már annyi játék van, ami már ez a kattintós, meg stb., hogy már kimegy a divatból. Ezért kellett valami újat alkotni, és ez lenyűgöző. Igen, a Terra dinamikája, a látványvilága, igen, szemreméltó.